Jó estét kívánok, kedves nézőink! Elérkeztünk a D csoport utolsó mérkőzéséhez. Ugye már túl vagyunk az Anglia-Csehország mérkőzésen. Anglia 5-0-ra kiütötte a cseheket, így nagyon jó gólarányt sikerült a csoportkör végére kialakítaniuk. Horvátország pedig tehermentesen biztos továbbjutóként 6 ponttal várja a Skócia elleni zárómérkőzés Glasgowból, Skóciából, pályaválasztóként és a többi érdekességről, illetve dologról majd a himnuszok után természetesen. Készfogásra üdvözlök egymást a játékosok. Tehát, ami a D csoportot illeti, jelenállás szerint Anglia vezeti ezt a csoportot a jobb gólok különbségének köszönhetően, de egyel több mérkőzést lejátsza, mint az őket legyőző horvát csapat. 3 meccsen 2 győzelmet szerzett Anglia. Horvátország 2 győzelemmel kezdte az Európa-bajnokságot, és az eddig egyetlen 1 ponttal álló Skóciával mérkőzik majd meg. Annyi biztos, hogy Horvátország tehát tovább jutott, és minimum a második hely megvan. Ami nem biztos, hogy Skóciának lesz-e lehetősége folytatni ezt az Európa-bajnokságot, ugye. Annyi több, mint valószínű, hogy a harmadik hely az így is úgy is megvan a skót csapatnak. Egy döntetlennel, ugye, már talán egy icipicit még reménykedni is lehet, mert az 2 pontos harmadik helyet jelentene, ami akár még érhet is a végelszámolásnál egy továbbjutást. Nem lehet erre mérget venni, nyilván erre nem lehet alapozni, hogy harmadik helyen tovább lehet jutni 2 ponttal, nagyon kicsi rá az esély. Itt tehát Skóciának isten igazából a győzelem lenne az, ami nagyon-nagyon megfelelne, amivel biztosan meg lenne a harmadik helye, és hát ugye hazai pálya, saját közönség, minden adott arra, hogy Skócia meglepetés eredményt érjen el, és győzni tudjon. Így például Dykes ki tud ugrani. Dykes! Skóciája az első lehetőség, Dykes! És Livakovic nagyon jól jött ki a kapujába. Guardiol, Perisic, Kovacic. Nagyszerűen szerepel eddig tehát a legutóbbi világbajnokságon ezüstéremig jutó horvát csapat ezen a kontinens viadalon. Ők 3-0-ra verték meg a cseheket, illetve 1-0-as győzelmet arattak az angol csapat ellen, még a nyitányon. Ez 6 pont, és számukra a döntetlen már egy teljes mértékben tökéletes eredmény. Ez azt jelenti, hogy 7 ponttal zárna Horvátország a D csoportot, és csoport elsőként várhatná majd a 8-at döntő küzdelmeit, de hát nyilván ők sem fognak úgy hozzáállni ehhez a mérkőzéshez, hogy ne akarnának nyerni. Horvátország egy abszolút profi, nagyszerű csapat, és hát sokoknak ez lehet az utolsó nagy dobása, így például Vidának vagy Modricnak a nemzeti 11-ben mindent meg fognak tenni azért, hogy győzelemmel zárják a csoportot, mondta ugye ezt a menedzserük is, és tényleg Horvátország nem az a csapat, amelyik félgőzzel venné bármelyik mérkőzést is. Itt egy felívelés, Robertson Tierneyt választja, és már Skócia támadhat. A skót válogatottnak tehát az 1 pont harmadik helyezést jelentene a D csoportban 2 ponttal, de óriási kérdés az, hogy az bármire is elég lenne-e a folytatásban. Annyira mindenképpen, hogy Csehországot sikerülne megelőzni, ugye cseheknek egészen botrányos mínusz 8-as gólkülönbsége és 1 pontja lett ebben a csoportban. Ugye a skótokkal tudtak egy 0-0-át játszani, Skócia pedig ugye 0-0-át játszott szintén a csehekkel, ez magáért beszél, és a másik meccsapon Londonban 2-0-ra kikapott az angol válogatottal, de most hazai pályán igyekeznek javítani és elcsípni valahogy a továbbjutást. McGregor, Donnell, felívelés, Dykes-ot keresné ezzel a labdával, Vida azonban jobb helyzetben volt, Grisiaco, Guardiol, Perisicet választja, Perisic, Kovacic. Szép sarkozás, nagyon szépen tetszetősen építgeti ezt az akcióját a horvát csapat. Jön a beívelés, és végül egy
Skót fejről megy ki a labda, szöglet következhet majd a mérkőzés 25. percében Luka Modric végzi el ezt a sarokrúgást. Nézzük, hogy lesz-e belőle veszély. Modric. Jól jön középre! Brozovic volt az, aki fejjel veszélyeztetett, és próbálta meg valamilyen úton, módon bevenni a skót kaput. Nem sikerült. Hát ugye egészen elképesztő tett lenne az, hogy gyakorlatilag lőtt gól nélkül Skócia tovább szeretne jutni, illetve tovább jutna esetlegesen, ugye, kettő döntetlenne és lőtt gól nélkül. Ilyenre még nem volt precedens Európa bajnokságon. Hozzátéve, hogy ugye az 5 évvel ezelőtti EB volt az első, ahol 3 csapat juthatott tovább a csoportból. Az egy helyzet! És az volt az első EB is, ugye, ahol 24-en vettek részt, így lett lehetőség a harmadikoknak is tovább jutni. Miközben Dykes csodálatos lövését nézhetjük meg még egyszer. Azért annyira nem volt csodálatos, mert nyilván jócskán kaput tévesztett, de maga az elképzelés, illetve az, ahogyan ráfordult a kapura Dykes, az dicséretes volt. Gólra egyelőre azonban ez még nem volt elég. Domanoj Vida. A nagyon fiatal Guardiolt választja. Guardiol. Perisic. Kovacic. Guardiol. Nagyon jó játékos lehet még belőle, a jövő egyik legtehetségesebb ballbackje. Kovacic. Brozovic. És Modric. Csések középpályása. Középpályája. Rebic.
Elnézésüket kérem a kedves tévénézőknek, hát óriási képhibáink voltak Glasgow-ból, hál' Isten. Gyorsan meg tudták oldani a problémát a kint dolgozó kollégáink, és már tudjuk is folytatni a mérkőzés közvetítését. Luka Modric, továbbra is 0-0-ra állnak tehát a csapatok, ami Horvátországnak tökéletes eredmény, Skóciának kevésbé, de azért maga módján eredmény, nem utolsó helyen zárnának, de nem valószínű, hogy bármire is elég lehet az a kettő pont, amit ezzel fel tudnának mutatni, szóval tényleg helyén kell ezt az eredményt egyelőre kezelnie a skót csapatnak. Brüsszelkó, közben már Modric. Azért arra nem szabad mérget venni, hogy tényleg minden követ meg fog mozgatni a horvát csapata a három pont érdekében, mert azért a sérülés veszélyt meg mindent el kell minimalizálni, és hát gyakorlatilag tényleg egy ilyen eredmény, ami most van, a 0-0, az tökéletes lenne a horvátoknak. Mindezt félretéve egyébként eddig gyönyörűen járatják a labdát Modricék. Keresik a rést a skót falon, Vriselko. Meg tudják őt állítani, John Fleck. A vereség az pedig ugye ennyit eredményez, hogy második helyen zárna a horvát csapat. Ami ugye nem lenne nyilván sem tragédia, mert a továbbjutása legnagyobb lényeg, de azért nyilván még egyszer mondom, profi csapat módjára, profi vállalatot módjára nyilván szeretnének ők is nyerni. Egy kicsit az ágrajzóról is szeretnék önöknek beszélni. Ez a 0 perc hosszabbítás, úgyhogy erre csak a másik fél időben fog sor kerülni. Jöjjön is, én azt gondolom, nagyon sok minden nem láthattunk az első fél időben. Egy-két kísérletet, azt még nyilván gyorsan megtekinthetjük, de tényleg nem volt ez minden idők legizgalmasabb fél ideje. 25. perc, Brozovic fejel nem sokkal ugyan, de elkerüli a kaput. Aztán 28. percben ezt követően 3 perce már próbált is volna reagálni. A skót csapat nem jön össze, Dijk lövése kaput talál, kaput téveszt. Hiába tehát a szép lefordulás, és konkrétan ennyi mindent tudunk csak mutatni önöknek. Ugye a D csoport második helyezettje az E csoport másodikkal játszana a folytatásban, amit jelenleg még nem ismerünk, úgyhogy ilyen az a második félidő, tehát a spanyol csapat csoportjából kapna ellenfelet Horvátország, hogyha így fejezném be. A harmadik helyet pedig, hogyha sikerülne elcsípni, akkor az E csoport első helyezettjével játszana Skócia. Úgyhogy nem lenne nekik sem olyan egyszerű dolguk, de azért nem lenne lehetetlen a helyzet. Nézzük tehát a második 45 percet, reméljük, hogy ezért legalább egy gólt fogunk látni. A 0-0 az sosem egy futball szempontból jó eredmény. Caleta Csár, Perisic, készére Guardiolnak, Guardiol. Keresik a területet, az nagyon szép labda Guardioltól, helyzet! És mekkora védés. Ha jól láttam, beleért a kapus? Nem ért bele? Beleért, nem ért bele? Ezt hamarosan meglátjuk, hölgyeim és uraim, minden nem volt azért elsőre az annyira tiszta. A helyzet, és ez szimplán mellé sikerült puffantaniuk Kovácsicséknak. Kovácsics volt az pontosan, így van, mellé puffantotta, nincs szöglet. Pedig ez helyzet volt, és Marshall nem volt egyszerű helyzetben. Marad a 0-0, és marad életben Skócia reménye. Hát az egészen biztos, hogyha egy ponttal zárnak a negyedik helyen, akkor beszélni sem lehet semmiről. Akkor biztos, hogy kiesik a skót csapat. A kettő ponttal még lehet reménykedni kedvező esetben a legjobb harmadik helyezettek között. Ugye négy darab harmadik helyezett jut tovább a hatból, ketten kiesnek. Adams felé egy indítás. Hosszú volt és a kapura is veszélytelen. Miközben Kramaric helyén majd Orsic érkezik a skót csapatba. A Dinamo Zágráb játékos és pályára léphet tehát Mislav Orsic. És Livakovic kirúgása jöhet. Meddőmezőny fölénye megvan a horvát csapatnak, a labdabirtoklás ez az ő javukra kedvez, de ahol az egyelőre még nem érkezett meg. McTominay, McGregor hátra egészen Marshallig a labdát, és most Skócia próbál megépítkezni. Hát Horvátország nem bánná, ha már vége lenne, azt hiszem. Skócia pedig, hát nem tudom, hogy van vele. Robertson. Skócia feltolja a falakat, az látszódik. Robertson. Edzői utasításra most egyre bátrabban, egyre inkább jönnek fel a skótok, mert hát tudják ők, hogy igazából nagyon jó esélyük a győzelemben lenne. Akkor biztos, hogy meg lenne azzal a négy ponttal a
harmadik helyen való továbbjutás, kettővel nagyon rizikós. Adams, pláne úgy, hogy A-ból, illetve a B csoportból is 2-6 pontos csapatunk van már, szóval nagyon nem lehet a 2 pont sok mindenre elég. Fleck, Orsic, jönnek a horvátok, Orsic, Mislav Orsic, Prisako, vissza Orsicnak, Orsic, Orsic, Orsic dédelgeti, leszeredik, és bedobás lesz majd, amelyet rögtön Orsic el is végez 60%-ban a horvát csapatnál, de Prisako jön befele, jön a fejesés gól! 66. perc, megszerzi a horvát válogatott a vezetés, és gyakorlatilag a kiesés szélére sodorják azzal a Skóciát. Perisic a gólszerzője. Előnyben a horvát csapat, és Petkovic is jön majd Rebic helyett rögtön a gól után. Iván Perisic a gólszerzője, fejjel szerzi a vezetést a horvát csapat. Itt van Brüsszelko középreadása, és az Inter Milannal bajnoki címet nyerő Iván Perisic egy perfekt fejessel megszerzi a vezetést Horvátország javára. 1-0, nézzük meg innen is. Nagyon nagy erő volt benne, közvetlen közelről jött a kapuba. És ez gyakorlatilag megpecsételi azt, hogy Horvátország megnyeri a D csoportot. És nagyon-nagyon-nagyon nagy valószínűséggel, 100%-osan az egyetlen 100%-os csapat a horvát válogatott lesz majd, ha ezt a meccset megnyeri. És tényleg nagyon komolyan kell számolni idén is a horvátokkal. Perisic a gólszerzője. Tehát, és most van az a pillanat, hogy mindent egy lapra feltéve kockáztatnia kell a skót csapatnak. Horvátoknak pedig most már tényleg csak dédelgetni kell a labdát, és nagy bajuk nem lehet. Fleck feliverése. Skócia pedig nagyon úgy néz ki, hogy lőtt gól nélkül búcsúzik. Igaz, a csehek is lőtt gól nélkül búcsúztak ebből a csoportból, tehát a két kis csapat, akik egymás ellen tudtak egy-egy pontot elcsípni, egyértelműen kilógtak a sorból, ott egy lövés! Livakovic. Ebben még lehetett volna azért potenciál, hát nem lesz végül, Adams, McGregor, Fleck, kiteszi a szélre, Andrew Robertson jön, Robertson, megpattan, szöglet lesz majd. És Matteo Kovacsics helyére még érkezik Pašalić. A horvátoknál az Atalanta középpályása is lehetőséget kap, miközben Nisbet is jön Adams helyére a horvátoknál, és Fraser Dykes helyére. Mindent megtesznek majd a skótok, hogy valahogy sikerüljön legalább az X. Így is egyébként harmadik helyen zár majd a skót csapat, de egy pont tényleg végképp lehetetlen lenne a továbbjutáshoz. Megtartják most a labdát! Próbálkoznak ők is hősiesen, Perisic helyére, meg Brekalo is beáll. Felforgatja a csapatot a horvát szövetségi kapitány. Nagy taps és vastapsot kap Perisic a horvát szurkolóktól, a skótoktól pedig fügyszót. Brekalo érkezik még a pályára. Jó negyed óra tehát a D csoportból hátra lévő idő. Pašalić végezhet el bedobást. McGregor. Fleck. Nagyon betömörül most a horvát válogatott. Átadják a területet Skóciának. Fleck. Fleck. Lő. Megpattan. Levágódik. És végül Livakovic húzza le. És Livakovic nem siet sehova. Brüsszelkót játsza meg. Luka Modric, Orsic. Mislav Orsic. Mislav Orsic. Brüsszelkó, Modric. Domenoj Vida. Brozovic. Próbálkozni egy indítással, végül is beleront ebbe az indításba, megint. Nibet. Fleck. Fleck! Megpattan és az is szöglet lesz majd. És Modricot is lekapja. Jön majd Badej pályára a horvát válogatottba. Ő is kap egy néhány percet Modric helyett. Nem volt az egy rossz kísérlet, de hát Vida lábáról kifele pattan. Így a szögletet majd Skócia végezheti el befele. Nem sokkal a vége előtt. McGregor. Nyesi be azt a labdát McGregor. Nem lesz belőle már helyzet. Petkovic azonban megindulhat. Petkovic. Kaletta Kár. Guardiol. Építkezne a horvát válogatott. Brekalo. Brozovic. Hátra Kalettaszár. Vida. És már Badej. Nagyon jónak tűnik az a keresztlabda így első blikre. Meg is van az. Guardiol. Pašaličot indítaná. Pašalić. Cselek szépek. Pašalić. Guardiol. Volt ma már egy nagyon jó
kiugratások Guardiolnak, Brozovic, Orsic, Brekalo, Brekalo, Brekalo! Nagy lövés. Robertson. Henley. És úgy néz ki, hogy Skóciának be kell érni azzal, hogy sikerült kijutni az EB-re, sikerült szerezni egy pontot a nyitó mérkőzésen, és ez minden. 3 perc a ráadás közben Viselkónál van a labda, illetve hát sikerült egy harmadik helyet elcsípni, de komolyabb jelentősége így, hogy egy ponttal nem lehet tovább jutni, nem lesz. Guardiol. Az utolsó szójoga a horvát válogatott, ők támadnak utoljára, ez egy rossz passz, McGregor. És itt lesz a vége, alig hanem pillanatokon belül O'Connell, nem mennek már sehova a csapatok, csak eddig. Perisic fejes gólja eldöntötte tehát a 3 pont sorsát, megpecsételte Skócia kiesését és Horvátország 100%-os csoport első helyét. És mi a végeredménnyel búcsúzunk innen Glasgow-ból? Hát Horvátország elégedett lehet, Horvátország boldog lehet, a horvát szurkolók elégedettek lehetnek és büszkék a csapatukra. Viszonylag kiegyenlített mérkőzés volt, de összességében az összképet figyelme, azt hiszem megérdemelték a horvátok ezt a győzelmet. Annyit tettek hozzá, amennyi kellett, és győztesen hagyják el a pályát végül. Nézzük meg a mérkőzés összefoglalóját. Én azt gondolom. 25. perc, Modric szöglete középre. Brozovic érkezett, az ő fejese nem talált kaput. Aztán jött a 28. percben Skócia első komolyabb helyzete, Dykes fordul le a védőiről, kapura durrant, de a kaput nem találja el a skótok 9-ese. Aztán a 51. perc, Mateo Kovácsicsnél volt a labda, őivel középre, illetve hát ő kapja középen a labdát Guardioltól, én kérek elnézést, de hát a Chelsea középpályása nagyon pocsékul fejezett be, ő nem is a góljairól híres. 66. perc, Brüsszelkó centerezése és Ivan Perisic fejese. Uha, a kollégák rosszul mutatták nekünk a képeket, mindegy, hál' Isten lesz szerencsém még egyszer megtekinteni. Itt centerezi tehát középre az Atletico Madrid jobb bekje a labdát, jön Perisic, és a kapuba stukkol. 1-0. Hát ezzel eldőlt. Aztán a 82. percen Fleck révén még érkezett a skót csapat, a végén mindent megpróbáltak tenni azért, hogy valahogy legalább kiegyenlítsenek, hogy minimális esélyük lehessen 2 ponttal izgulni. Hát így már semennyi nem lesz, 1 ponttal ez 1000%. Aztán 88. perc, Brekalo lövése, kimarad, és ezzel véget ért a D csoport küzdelme. Ugye a másik meccsen Anglia 5-0-ra kijutotta a cseh válogatottat, így a második helyen zár 6 ponttal, a Horvátország az első 9-el, Skócia 1 ponttal jobb gól különbségének köszönhetően a harmadik, és utolsó helyen zár Csehország 0 lőtt és 8 kapott góllal. Köszönjük szépen a legtisztelő figyelmet, hölgyeim és uraim, tartsanak velünk a folytatásban, és ne felejtsék, holnap szuper szerda. Magyarország Németországgal fog majd megküzdeni idegenben, Münchenben a csoportban való tovább lépésért. Az egy óriási rangadó lesz. És tényleg élethalál meccs a másik mérkőzés, ami a párhuzamos közvetítésben Portugália játszik majd. Tehát Portugália fog majd pályára lépni ugye a német csapat ellen, illetve a francia csapat ellen a Puskás arénában. És lesz még mérkőzésünk az E csoportból is, Spanyolország, Szlovákia és Lengyelország, Svédország. Nézzék meg azokat a mérkőzéseinket is. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!